gyerekkoromban valahogy azt mondtam, hogy nem leszek fazekas, mert nehéz, mert folyton van vele dolog, koszos, rengeteget kell takarítni utána, de viszont láttam azt, hogy mi a szépsége is. Nagyon jó érzés, amikor egy rögből egy edény válik, és szerintem ez egy különleges dolog, hogy alkotni lehet valamit valamiből. Ritkaság számba megy ugye az a világon is, hogy fehér agyagból készítsenek kerámiát, de Romániában egyedül réven készítenek. Igen. Mióta van hagyománya itt ennek? A faluban már az 1900-as évekből ismert a fehér kerámia, több mint 200 család ezzel foglalkozott. A mi családunkban én az 5. generáció vagyok. A fehér agyagban ugye az az érdekes, hogy samottot tartalmaz, amitől ennyire erősek, használatra alkalmasak, akár a nyílt gázon lehet használni őket, és ezért az emberek vásárolják, és ezért válasszák ezt a fehér kerámiát, mert használatra kész edények. Csinálunk egy szép vázát. Melyek a kerámia készítésnek a lépései, és mennyi idő, amíg elkészül egy kerámia, és milyen folyamat ez? Elég mélyről lássuk ki az agyagot, 5-10 méter mélységről is akár. Ez úgy szokott történni, hogy egy hétig minden nap apukám elmegy pár órát, kiássa, és mikor van egy halomnyi, akkor hazahozzuk egy agyagverembe, ahol ott tároljuk, és onnan mindig használjuk. Ezt megáztatjuk az agyagot, meg gurgoljuk, úgy hívjuk a darálónkat, hogy gurgoló. Megurgoljuk, meggyúrjuk, és aztán korongozzuk meg. Azután az időtől függ, hogy mennyi idő alatt szárad meg, van, hogyha napos idő, akkor akár reggeltől estig meg is szárad az edény, ha nedvesebb az idő, vagy hidegebb, akkor egy hétig is eltarthat a száradás. És ahhoz, hogy ezt a kemencét megtöltsük, olyan 600 darab edény fér bele, viszont különböző méretű edényeket kell készítsünk, nem tudunk csak kicsiket, vagy csak nagyokat, azért, hogy minden egyes kis lyukot betömködjünk, nagyon variált edényeket kell készítsünk, és ez egy hónapba kerül, ameddig ennyi edényt lebírunk termelni, hogy elindítsuk a kemencét. Végső edények, ezek már ki voltak égetve, a fehérek egyszer, a mázasok kétszer. A mintákat a szarúval írom rá. Ez egy tehén szarv, és a végébe egy lúdtollat raktunk, ez még a nagymamámé volt. A festéket folyékony formába beletöltjük a szarúba, és ezzel díszítjük az edényeket. Ez még a régi hagyományos technika, és ezt tanultam én is tovább, és szeretem ezt is folytatni. Bár most már vannak modern technikák is, van írók a különböző eszközök, de viszont ennek megvan a varázsa. A fazekas családban a fazekasság az egy életmód. Tehát nincs az, hogy reggeltől 8 óráig ezt csináljuk, hanem az időtől függ, hogy ha esik az eső, akkor azt kell, ha túlszárad, akkor minden más dolgot hátra kell hagyjunk, és azt kell. Úgyhogy ebbe bele kell születni, és meg kell, ezzel együtt kell élni.